nyolcadik alkalommal rendezett katonazenekari fesztivál résztvevőit a város nevében Cserpakovics András polgármester köszöntötte. A városvezető kiemelte az augusztusi ünnepkörhöz kapcsolódó 10 napos székesfehérvári királyi napok rendezvénysorozat azt mutatja meg, hogy a városnak milyen gazdag történelme és kulturális élete van. A polgármesteri köszöntőt követően Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter mondott beszédet, amelyben méltatta Székesfehérvárt, Székesfehérvár katona életét és a katona zenét. A Magyar Honvédség Tatai, Veszprémi, Kaposvári és Székesfehérvári helyőrségi zenekara az Icsi színpadnál adott koncertet, ahol a szakalaki bemutatókkal is nagy sikert arattak. Amikor eljönnek az emberek egy ilyen rendezvényre, akkor tulajdonképpen, ha körbenézünk, akkor korra és nemre való tekintet nélkül a legkisebbektől a legnagyobbakig itt van mindenki. Én azt gondolom, hogy ez a kultúrának olyan formája, ami a legközelebb van az emberekhez. Utcán vagyunk, köztük vagyunk, mindenféle technikai eszköz nélkül, mert a mai világban nagyon jellemző, hogy nagyon sok minden túl, nagyon sok rendezvény túl van technikával tolva, hogy így mondjam. Ránk ez nem jellemző, mi mindig az akusztika erejével veszünk részt egy ilyen rendezvényen. A regionális katonazenekari fesztivál névadója Fricsai Rihárd alezredes a magyar katonazene történetének emblematikus egyénisége volt, aki Székesfehérváron is példaértékű kulturális életet teremtett. Fricsai Rihárd 1897-ben került Székesfehérvárra, gyakorlatilag hosszas keresgélés után találtak rá az ő személyére, amikor a zenekar élére gyakorlatilag meghívták. Egy olyan személyről beszélünk, aki nem csupán a helyőrségi zenekarért felelt, hanem a város egész zenei életét felvirágoztatta. Egészen széles látókörű, hiszen karmesteri, zeneszerzői, mindenféle szervezői készségekről tett ő tanúbizonságot. A szakalaki bemutatókat követően felsorakozott a 4 katonazenekar az Icsi színpad előtt, hogy a találkozó végén az összevont nagy zenekarban köszönjék meg a figyelmet és a tapsot. A záró műsorszámot, amelyben Seregi Artúr Szent István indulója, Kodály Zoltán Kállai kettőse, Johann Strauss Radecki indulója, Ábrahám Pál honvéd bandája és Mondvai György katonazenészek indulója című műve hangzott el, az Aranybulla emlékév tiszteletére ajánlották fel a katonazenekarok.